Az iskolai menzák, a munkahelyi étkezdék, az utcai ételárusok és az ételkiszállításra szakosodó kifőzdék a legnagyobb vesztesei az új éttermekre vonatkozó áfatörvénynek. A legolcsóbb étkezdék ugyanis nem részesülhetnek az áfa csökkentésből, az ő tevékenységük továbbra is a 27%-os körbe esik. Az általunk megkérdezett adószakértő szerint az éttermi áfa csökkentése csak egy látszat intézkedés. Alsósok ebédelnek ebben a nógrádi iskolában. Az 1400 fős Etesen a gyerekek egy része ingyen étkezésre jogosult, a többiekét pedig az önkormányzat fizeti. A település polgármestere szerint, ha a gyermek szociális és a vendégétkeztetést is érinteni az áfa csökkentés, jelentős összeget tudnának megspórolni. Az éves mértéke, én úgy gondolom, hogy egy ilyen 300-350 ezer forint a mi esetünkben, az étkezési létszámot alapulvéve. Ennek számtalan olyan helye lenne, amit az önkormányzat ahová el tudná költeni. A kérdést, hogy miért nem került be az áfacsökkentési körbe a gyermek és munkahelyi étkezés, többen felvetették már az elmúlt időben. Például két nappal ezelőtt Tálai András államtitkárnak. Az, hogy ez a munkahelyi étkeztetésre az áfacsökkentés ki fog-e terjedni vagy nem, nyilván, hogy ez kormányzati döntés kérdése. Mesterházi Attila, az MSZP országgyűlési képviselője a parlamentben benyújtott írásbeli kérdésében is ezt firtatta. A gyermekétkeztetés kimarad, de Endi Vajna luxus étterme nem. Tehát ezért mondom azt, hogy ez az anomália egészen biztosan nem jó, vagy megint csak arról van szó, hogy nem kommunikációs trükk, hanem egyszerűen csak a haveroknak akarnak kedvezni. A gazdasági miniszternek feltett kérdéseire szintén Tálai András államtitkár válaszolt. Az egyoldalas magyarázatból sok újdonság nem derül ki. Az utolsó bekezdésben egy félmondatban jelzi, hogy figyelemmel kellett lenni a költségvetési mozgástérre, vagyis túl nagy lett volna a kieső áfa bevétel, ha a teljes vendéglátó szektorra kiterjesztik a kedvezményt. Az általunk megkérdezett okleveles adószakértő szerint ez csak egy újabb látszatintézkedés a kormány részéről. Semmiből nem állt volna, hogyha nem csak az 55-30-as eszélyszámot adják meg, hanem például bevonják a munkai étkeztetést, a gyermekétkeztetést, de itt látszik, hogy a kormány célja nem az általános adócsökkentés volt, hanem egy pici kedvezményezett csoport, a igazán tömegeket érintő változást azt elkerülte. A szakértő egyébként az egész éttermekre vonatkozó szabályozást bírálja. Szerinte egyenesen törvénysértés csak összezavarja a vendéglősöket a NAV ajánlása, miszerint a házhoz szállítás után nem a csökkentett 18%-os, hanem a korábbi 27%-os áfát kell számolniuk. Itt ez az egyik probléma, hogy amit az adóhatóság állít, egyszerűen törvénybe ütközik, és nagyon sajnálatos, a Tálai András nem képes arra utasítani az adóhatóságot, hogy tartsa be a hatályos törvényeket. Angyal József szerint minél hamarabb szakmai konzultációra lesz szükség az ügyben. Kerestük az Emmi családügyi államtitkárságát, hogy megtudjuk, tervezik-e később, hogy a gyermekétkeztetés is bekerül a kedvezményes áfakörbe. A gazdasági tárca válaszolt kérdésünkre. Szerintük a mostani döntés a turizmus fejlesztésére koncentrál. A gyermekétkeztetésnél nem az áfacsökkentést, hanem a támogatás egy másik formáját választották. Ettől az évtől 270 ezer gyerek ingyenes étkeztetését biztosítja az állam. Ezt közölte tehát a tárca.